Kedves Sándor, akkor azt szeretném kérni tőled, hogy mesélj egy kicsit nekünk a karakteredről a sorozatban. Hát ez a Matt River, aki kell szinkronizálni ebbe a sorozatba, ez elég szélsőségesen játszik az emberke. És meglehetősen komoly feladatot nyújt az embernek, mert utána kell menni. Tehát ez azért érdekes, mert ha valaki nem ennyire sarkítottan játszik, nem ennyire túljátsza bizonyos szituációban a karakterét, akkor ez egy sokkal könnyebb munka lenne. De ezért, mivel ő szinte majdnem azt mondom, hogy szinte már annyira túljátsza, hogy szinte már természetellenessé válik, de nyilván a film ezt elbírja, hogy ő egy enyhe ripacskodással próbálja ezt megoldani, ezt a figurát, de meglehetősen nehéz. Én több filmet is csináltam már, ott is ugyanezt csinált egyébként, hasonló játékstílusa van, de volt már, amikor teljesen ledobta magáról ezt a szélsőséges játékot, és akkor teljesen normálisan játszotta a figuráját. De így ebbe a filmbe, ebbe a titkokönyvtárba eléggé nehéz, mert sokat beszél, egyszerre sokat beszél, és rettentő szélsőségesen. Ez aztán nagyon nehéz lekövetni. De láttam viszont, hogy egész jól összeértetek ti már ezzel a szereplővel. Igen, igen. Már olyannyira ugye, hogy most máshogyára szinkronizálod ebben a sorozatban ezt a karaktert. Mi az, amit esetleg most másképp csinálsz? Hát nézd, az az igazság, hogy az elején sikerült elkapnom ezt a karaktert, és most már nem sok meglepetést tud okozni nekem, attól függetlenül, hogy mondtam, hogy szélsőségesen játszik. Hogy úgy mondjam, most már nem tud meglepetést okozni, ez a lényeg. Tehát most már ez az úgynevezett játékstílus már az évek folyamán azért rám belém ivódott, és így már nincs nem jelentkezik nálam különösebb probléma, amikor meglátom. Bár hozzá kell tennem, soha nem szerettem, annyira megmondom őszintén, mert nagyon nehéz. Tehát sokkal könnyebb munkával is tudnék itt, hogy úgy mondjam, ellenni. De hát egyszer megkaptam évekkel ezelőtt, és azóta csinálom. És akkor hogy fogadtad, amikor megkaptad? Hát elég nehéz volt. Akkor abban a stádiumban még többször meg kellett néznem. És nem gondoltad azt, hogy esetleg leadod magadról ezt a karaktert? Tehát, hogy te úgy érzed, hogy ezt nem tudod, nem akarod csinálni, mert nem illik hozzád? Vagy ennek ellenére azért odaültél és nyom? Igen, mert ez egy kihívás. Uh-huh. Ez egy kihívás, mert egy társalgási darabban az ember adja a hangját egy figurának, egy szereplőnek, de ott abban alapvetően a film bonyodalma alakítja a szituációt. Itt viszont, hogy mondjam, ez az ember, ez egy figura, ez egy élő ember, aki nagyon szélsőségesen is jól játszik, de eszembe nem jutott soha azt mondani, hogy ezt nem akarom csinálni, mert egyrészt, ha már benne vagy egy sorozatban és beforgattak, akkor ugye van egy bizonyos nézői réteg, aki ezt szavazza, megnézi, utána néz, és akkor nem is engedik, hogy elmenjen az ember. Tehát egyrészt nekem, én meg szerettem, mert egy kihívás. Hát erre volt egy kitűnő példa, hogy x évvel ezelőtt csinált egy rendező egy sorozatot, illetve hát visszajött ez a Mindelébe két kanál című sorozat, és akkor úgy döntött, hogy hát most a Láng Dodi, aki Láng József, aki csinálta a Roger Moore-t, hogy most már ugye a Láng Dodi idős színész, ugye most már 70-en túlva, ha jól tudom, és akkor ebben a filmben pedig fiatal színész volt még a Roger Moore. És akkor a rendező gondolt egyet, hogy hát fiatalítsunk-e, valaki fiatal hangot tegyünk rá, és a közvélemény rögtön írta, hogy ezt nem akarják, ők a Láng Dodit akarják. És vissza kellett állítani, újra kellett forgatni azt a pár részt, amit leforgatott, mert a közvélemény azt mondta, hogy ő vele szokta meg, és ő vele tudja elképzelni. Arra mennyire adsz azokra a véleményekre, illetve eljutnak-e a vélemények hozzád bizonyos karakterekkel kapcsolatban, hogy jól csinálod, vagy éppen nem jól csinálod? Igen, igen, igen. Hát én mondjuk nem szoktam ezt különösebben nézegetni az interneten. A fiam az általában többször utána néz, és hát nagyon jó esik az embernek, hogyha most például volt egy ilyen, most két hete keresett rá az interneten éppen, hogy csináltam ezt a Lopott szavak című mozifilmet, amit most már ugye közben DVD-re is kértek, ha jól tudom, és ott a Jeremy Irons-t szinkronizáltam, és volt egy ilyen vélemény, és hát nagyon büszke volt rám, mert a legtöbb szavazatot én kaptam, én 97%-os szavazatmennyiséget kaptam erre a szerepre,
és a másik főszereplőnek 96-ot, vagy 94-et, most nem emlékszem, de hát a gyerekem az nagyon büszke volt arra, hogy hát a legtöbbet én kaptam. És van-e a családban még olyan, aki rendelkezik ilyen vénákkal, vagy aki kipróbált, vagy kipróbálná a szinkronizálást? Hát nem tudom. Hát van egy két fiam van, hát az egyik, a nagyobbik, ő már ettől eltávolodott teljesen, ő ezt nem fogja csinálni. A kisebbiknek van ilyen vénája, de inkább a média érdekli, azt hiszem. Filmgyártás, filmrendezés, operatőri munka, ilyen dolgok érdeklik inkább. De hát ő meg nagyon fiatal még, de hát komolyan bevonultva a YouTube-bal, meg minden egy videózással, tehát ezeket a dolgokat aktívan csinálja. Akkor egy személyesebb jellegű kérdés, amit majdhogy nem mindenkinek feltettem. Te hogyan kerültél kapcsolatba a szinkronnal? A szinkronnal? Hát úgy, ott kezdődött az egész, még főiskolás voltam, és volt a régi Hűvösvölgyi úton a Pannónia filmstúdió, és egyik nap kapok egy diszpót, kihívtak főiskolásként, ez nagy szó volt akkor, 45 tekercsre, ami hát az egy nagyon elég nagy szerep. És akkor nekem volt egy beszédtanárom, aki a Gáti József volt, és aki azt mondta nekem, mivel az ő órájáról kellett volna elkérdezkednem erre a munkára, mondta, hogy maga fiam, ne menjen szinkronizálni, először tanuljon meg beszélni. És akkor nem engedett el, de ez végül is, ez egy momentum volt így akkor az életemben. Aztán később úgy kezdtem ezt az egészet csinálni, mint ahogy a többiek is. Akkor még diszpozíciót kaptunk, minden egyes felkérést táviraton hoztak ki a főiskolára. És mindig néztük, hogy van-e táviratunk, mert az egy zseppénz volt végül is. És akkor egy tekercsel, két tekercsel, tehát ez a tanuló pénz, tömegeztünk. Aztán az ember kapott kisebb szerepeket, és akinek volt erre affinitása és volt ritmusérzék, az belekerült. Most azt hiszem már, hogy nagyon-nagyon ennyi év után most már az ember alapvetően szerez egy rutint, ami viszi előre a dolgot. Meg hát azért van egy emóciós ráérzés is az emberben, ami ezt lehetővé teszi. Hozzá kell tennem, hogy most jöttem haza Bulgáriából, és ott néztem amerikai filmeket szörnyű szinkronnal. Bulgár szinkronnal. Bulgár szinkronnal. Nagyon jó amerikai filmeket hozzá kell tennem, de valami borzalmas volt. Most nem akarom a magyar szinkront dicsérni, szó nincs róla. Ez nem is az én dolgom, ez a néző dolga, hogy eldöntse, hogy valami jó vagy rossz, de ott valami borzasztó volt. Szóval egy monoton, alámondás jellegű, hát szóval... Szerinted a nemzetközi szinkronon belül össze lehet-e a szinkronokat hasonlítani? Tehát mondjuk most nem veszem például akkor a bolgár meg a magyar, de mondjuk nem tudom, egy német szinkront a magyar szinkronnal, vagy lehet-e ilyen? Biztos van összehasonlítási dolog ebben a szakmában is, de én azért, hogy mondjam, azért tartom a magyar szinkront jónak, mert a németet is sokat hallgattam, egyszínű, vagy egysíkú. Tehát nincs hangdifferencia. Egy átlagos hang szól végig, hiába más ember mondja, de a hangszín az annyira egyforma, hogy azért már nálunk megnézzenek egy filmet, hogy mindegyik másképp szól. A rendezőnek nagyon fontos az, hogy ő ráérezzen arra, hogy kire osztja ki a szerepet, hisz ő dönti el, mikor meglát egy filmet, hogy melyik figurát ki csinálja. És ilyenkor sokszor volt már rá precedens, amikor Amerikába küldtek ki castingra a hangokat. Nekem például emlékszem rá, hogy most nem is tudom, melyik film volt az, de a ma filmben ötször mentem vissza castingra. És akkor közölték velem, hogy most egy picit ideges voltam, és más helyről beszéltem, és legyek nyugodt. Mondtak ilyen őrültségeket, ami lehet, hogy valahol igaz, de alapvetően a lényeg az, hogy hinni kell annak a rendezőnek, aki itt dolgozik. És nem biztos, hogy egy számítógépnek kell eldönteni, mert ugye Amerikában azt csinálják, hogy kiküldik, és akkor amelyik az ottani színész lágiához a legközelebb áll, azt választják ki innét, vagy bárhonnét a másik országból. És a rendező sokkal jobban ismeri az embert, akivel már sok éve dolgozik, és tudja, hogy mire képes, és tudja azt, hogy ő, higgyük el, hogy ő lehet, hogy nem abban a lágéban beszél pontosan, de karakterben biztos, hogy meg tudja csinálni. Úgyhogy magyar szinkronrendezők sokszor jól oldják meg ezt a problémát. Volt-e alkalmad valamelyik színészeddel találkozni élőben? Sajnos nem. Sajnos
sajnos. Egyszer találkoztam, ez egy érdekes dolog volt, itt forgatott a Jeremy Irons, és akkor többször csináltam a Lopocalkon kívül, még a Szerencse forgandóban is csináltam, ott azért kapott egyébként Oscar-díjat, és mentem a filmgyárba a Randódi stúdióba, és a portán keresztül ugye van egy nyitott udvar, és ő pont akkor itt forgatott, és jött velem szembe. Nem váltottunk szót, csak én azt hittem, hogy rosszul látok. Tudom, amikor az ember úgy találkozik valakivel, aki tudja, hogy valójában nem hiszi el, mert annyira váratlan a szituáció. Úgyhogy így találkoztam ő vele. Nem váltottunk szót, de volt szerencsém így közelről találkozni vele. Én így érzem körülbelül magam, amikor bejövök ide a Master filmbe, meg mintha egy sorozatban lennék ennyi zseniális magyar hang között. Én bízom benne, hogy még nagyon sokat fogunk téged is hallani a szakmában, és kívánunk neked nagyon sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.